Sziasztok! Rejtett kincsek a D2 archiumából című sorozatunk második részét látjátok. Ebben az epizódban a színház világába kalandozunk az Ahogy tetszik című rádiós műsor segítségével. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Ahogy tetszik! A műsor, ahol a macskák talpra esnek, és a Tomi mond valamit. Tomi, mondj valamit! Én vagyok az Operaház Fatomia. Egy újabb színházi műsor, megint másképp. Ahol a közönség is szerepet kap, és a színész is lehet néző. Nem néző, hallgató. Színház a rádióból. A rádió színházi verklie. Most a Katton. Szervusztok, ezután a Szignál után egy teljesen új műsorral jelentkezünk a rádióban. Ez az Ahogy tetszik, és remélhetőleg ugyanolyan lendületes, mint a spontán beköszönésem. Ahogy hallhattátok, ez egy színházi magazin, amely főleg Szeged színházi élét próbálja kivesézni, hát hogy meglátjuk milyen sikerrel. Velem szemben Atis, azaz Horváth Attila, én magam Boros Tamás vagyok. Mellettem Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője, és állandó műsorvezető társam, szervusz. Sziasztok! Mai adásban viszont egyelőre hát ilyen általános színházi jelenségekről fogunk beszélni, és a Szegedi Nemzeti Színháznak, illetve a Szegedi Pince Színháznak egy-egy műsorát fogjuk, vagy egy-egy darabját fogjuk hát kivesézni. Már amit láttunk. Így van. Egyetértek. Már amit láttunk. Már amit láttunk, illetve hát azt is, amit nem láttunk, de ajánljuk. Tehát azért ennek a műsornak lesz egy olyan része, vagy olyan mottója, hogy nyilván azt, amit nem láttunk másnak a kritikái alapján, szeretnénk, vagy legalábbis törekedjünk arra, hogy ne illessünk negatívan. Tehát arról beszéljünk negatívan, ami tényleg negatív volt, és tényleg láttuk. Igen, én kiegészíteném azért azzal, hogyha lehet, majd akkor hívunk vendégeket. Én így tudom, hogy hívunk majd vendégeket is, akik abszolút hozzá tudnak majd szólni a témához. Vagy látták az előadást résztvevői, aktív alkotói esetleg, vagy nagyon-nagyon olvasottak a témában, sőt, mind a hárára is lehet. Kik azok, akikről érdemes Szegeden szót ejteni? Nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte mindenki. Azért próbáljuk összeszedni néhány szóban. Okay. Hát amit én tudok Szegedről, mindig is ezt szoktuk mondani, ez a bevett mondat, és ez igaz is természetesen, hogy nagyon-nagyon sokféle színházi kezdeményezés, akár amatőr színházi kezdeményezésről is van szó, szóval nagyon sokan vagyunk Szegeden itt. Most azon lehet vitatkozni, hogy ki amatőr, ki nem, de ebben nem is érdemes belemenni, mert ami a lényeg, hogy Szegeden az alternatív és mindenféle egyéb színházak nagyon-nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon érdemes is vesézni. Most azokat például én mondjuk hajlanék arra, hogy talán érdemes kicsit megmutatni azokat is, akik mondjuk kollégiumi színházak, úgy értem, hogy színjátszó körök, hogy ők mit csinálnak, mert ők róluk nagyon keveset tudunk. Akikről viszont tudunk, azok nyilván például az Impro Társulat, Szabó Szilvia vezetésével régóta csinálnak már dolgokat. Én tudom a Genézius Színházat is, hogy ők szintén csinálnak exkluzív előadásokat, nem is keveset. Ők sokkal inkább az utazó társulat közé tartoznak, én azt gondolom, most már, de ez sem biztos, hogy igaz, majd behívjuk az illetéket és megkérdezzük. Ezen kívül hát a Szegedi Pince Színháznak elég sokféle fajta előadások, én azt gondolom. És hát akkor még itt lehetne ilyeneket sorolgatni, hogy a Homoludens Project is ide tartozik, hiszen ők a Szegedi Fókusz műhelyből indultak, vagy hát legalábbis onnan is többen benne vannak ebben a projektben, meg aki nem, akik hozzájuk csatlakoztak, ők aztán megint külön színfoltja ennek a bizonyos Szegedi érán. Szóval, hogy egy ilyen értelmes beszélgetős műsor keretein belül azért mondom, hogy értelmes, mert hogyha vita, az mindig jót tesz, mindannyiunk jót tesz, mindenféle színjelző közelünk jót tesz, minden, ha beszélgetünk dolgokról, azt szerintem az baromira hiányzik ennek a városnak. És hát ami még nagyon jó tesz, minden rádió hallgatónak az a zene. És hát kérlek, hogy ezt a zenét most konferáld te föl, hiszen te vagy kettőnk közül a nagyobb kis csillag rajongó. Hát következzen a kis csillag zenekar új albumáról, a Szelesről, a Miért nem tudod. Ez volt a kis csillag, és mellettem új műsorvezető társam,
At is, de a régit se cseréltük le, tehát mindenkit megnyugtatok, hogy Norbit nem dobtuk ki a kukába. Azt hittem átvezetem, mellettem pedig a nagy csillag, de... Jó, ez is milyen lett volna, jó lett volna. Hát At is pedig tiszteletbeli egyetemi színházi tag, hogy most így egy pár szóval bemutassuk. Ugye nyugodtan mondhatom ezt? Persze, hogy mondhatod. Egy kézrázás kíséretében. Köszönöm szépen, most már elengedheted a kezemet. Nem én ráztam a kezedet, hanem a Norbi. Tehát tulajdonképpen nem csak ezt a kedves hallgatót neki mondtam. Tehát így egyfajta ilyen megállapodás, meg mindennek a keretében ment ez a dolog. És hát azt tudni kell, hogy te világosító és hangosító vagy, tehát azért te is tényleg tevékenyen viccen kívül bele szoktál segíteni az egyetemi színház előadásaiba, sőt a Pince Színházba, ugye az én előadásaimba is. Igen, köszönöm szépen, így a megszólítást valóban hanggal és fényel dolgozom, és ezt színházi berkeken belül is szoktam művelni, úgyhogy köszönöm, tehát ez tényleg nem vicc, ez teljesen komoly. Ez teljesen, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mind a hárman valamilyen szinten a lelkes színházrajongók és színház szeretők között. Aki között azt én ezt annyi volt száfolnám meg, bocsánat, hogy általában aki benne tevékenykedik, az picit máshogy látja ezt a dolgot. Persze, szerintem. Nem, hát mások vagyunk, mint azok, mint ők, bocsánat, nem azok, mint ők, hiszen azért valamennyien ismerünk, és hála Istennek ezt azért az átlag színház kultúrával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy van egy népes tábora. Tehát itt most megint elkezdhetjük, nem akarok nagyon messzire menni a gondolatmenettel, de ugye amikor a filmet föltalálták, akkor hú, halála a színháznak. Na most ez azért több mint 120 év, vagy 120 év alatt kiderült, hogy nem csak hogy halála nincs a színháznak, de mindig is volt és mindig is lesz egy olyan réteg, amelyiket bármikor rá lehet venni, akár egy szegedi nemzeti színházba, hogy járjon, akár alternatív színházi társulatokat nézzen. Ezzel egyetértek igazából, tehát ez teljesen igazad van. Viszont ha már így fölvetetted ezt a dolgot, hogy itt színházba, meg minden, akkor hova megyünk? Hogy járjunk színházba. És ebben minden benne volt, tehát rögtön kezdjük akkor a Szeged Nemzeti Színház programjának az ajánlatával. Január 17-én szombaton 15 órától a Víg Özvegy lesz látható, ami egy nagy operett. Lehár Ferencnek a nagy operettje, és hát az operettről lesz még szó. Szegedi Pince Színházban, a Hatan pizsamában. Tehát 19.30-tól lesz, tehát aki színházba akar menni, szombaton nyugodtan nyakába veheti a várost, ha szereti az operettet és szereti a bohózatot. Ez mind a kettő egyébként elég könnyed műfaj. Tehát azért a pizsamában? A Hatan pizsamában is egy vígjáték, tehát egy bohózat, mert beül egy vígözvegyet megnézni, már a címe is Víg. És a pizsomában sem egy egyszerű darab, tehát nyilván nem hát egy most képzelhetjük, hogy ha az a cím, hogy Hatan pizsomában, tehát megjelenik hat fószer, egyébként nem, tehát férfiak. Hát mégis a koponyát tartanak a kezükben. Férfiak, nők egyaránt, az a Hamlet lenne, de ott pizsomában. Nem. Szombat után viszont jön a vasárnap, amikor senki nem csinál semmit, és színház is zárva van, úgyhogy hétfőn lesz legközelebb műsor, ami azt jelenti, hogy 19.30-tól 19-én hétfőn Csár Géza írása nyomán megszállva, ez a darab címe, egy olasz vendégrendező, Paolo Antonio Simeoni rendezte, őt kifejezetten az Impro Társulat egy ilyen színházi kurzus keretében lehívta el Magyarországra. Grazie mille. És hát ugye Csárd Géza. Csárd Gézát sokan szeretik, sokan kedvelik, és hát nagyon súlyos gondolatai vannak neki, és nagyon sokfajta, sokszínű, mély dolgokat ír ő. Már hogy az életútjából is ez következik, szerintem egyszerű életútja se volt, legalább annyira bonyolult, mint a József Attiláé. És hát most így ránézésre azt gondolom, hogy ha már valakik színházi workshop keretein belül létrehoznak egy ilyen darabot. A címét ugye megszállva, az a címe. Hát elég érdekes. Nem tudom, hogy föl tudjuk-e olvasni, hogy valójában miről szól ez a darab, vagy mire akarnak kijukani. Én emlékeim szerint a szereposztás is úgy alakul, hogy egy fiú és egy lány. Igen, két szerepelem se biztos, darab. És a Rédei Roland játsza az egyik szereplőt, ez biztos, ugye? Igen, és egy, névazonosan, egy Tolnai Klári nevű lány, hölgy.
itt az emberi elme természeténél fogva fél és állandó védelemre van berendezkedve. Maszkokat aggat, falakat épít, a szervezetet megóvandó, és amikor mindez kevésnek bizonyul, új világot teremt, amit könnyebben feldolgozhatónak vél. Ez az első része. Két régről fertőzött elme eltérő világai találkoznak, és elkezdik formálni egymást. Mindenféleképpen izgalmas, és amivel zár az egy Goethe idézet, az igaz, azonos lévén az istenivel sohasem ismerhető meg közvetlenül, csak a vízfényben. A példában, a szimbólumban. Felfoghatatlan életként vesszük észre, és nem tudjuk elfojtani vágyunkat, hogy mégis felfogjuk. Hát az ideig biztos. Az idézet. Ez itt az Ahogy tetszik, a Rádió Színházi magazinja minden hétük, hogy ez a műsor struktúra a továbbiakban is működik. Jelenleg a mikrofonnál Varga Norbert. Hello. Azt hittem, azt mondod, hogy és Boros Tamás. Ja, és Boros Tamás, igen. Úgy gondoltam, hogy beharangozol engem is. Csád Gézánál fejeztük be, és megállapítottuk, hogy te nem vagy egy Csád Géza rajongó, vagy legalábbis hát... Hát én a súlyosságát nehezen tudom konvertálni, de ez nem baj, mert abszolút, ha is mondják. Na szóval, ha sokat olvasol Csád Gézát, akkor rád borul a sötét éjszaka. De ez ugyanígy van biztos a Stephen Kingnél, meg a többieknél is rád borul. Igazából minden népnek és minden kornak megvannak azok az írói, amik és akik hát gyakorlatilag nem azért fejezem most ki nehezen magam, mert azt akarnám mondani, hogy divatos olvasni őket, de ez nem föltétlenül fedi azt, amit Csád Gézának a kultúrájába, tehát őt nem olyan értelemben divat olvasni, mint mit tudom én, Paulo Coelho-t, vagy és semmiféleképpen nem negatív felhanggal akarom ezt mondani. Nem, hát ő egy zseni, persze. Tehát ő a magyar Szergej Jenyiszej. Vagy Jenyiszej az orosz Csád Géza, nem tudom, hogy mi a helyzet. De ha valóban Szilvit remélem, sikerül a következő adásra, és el tudja fogadni a meghívásunkat, szóval sikerül behívni, akkor ő talán tud egy kicsit majd többet is erről beszélni. Ugye ez 19-én, tehát január van, igen, most hirtelen a hónapokban is gondolkodtam, szóval január 19-én hétfőn, és másnap 20-án kedden lesz megtekinthető. Hiszen, és azért térjünk át arra, hogy 19-én itt a D2-ben lesz egy esemény. Erről lesz beszélni. Egy esemény, igen, az Oculari Project idei, hát 2015-ös első, mondjuk így, hogy megszólalása fog megtörténni. Ugye mi is ez az Oculari projekt? Ez egy, igazából I. és Lénárt találta ki, hogy ő az ötletgazda. Ő tudjuk, hogy a Radikális Szabadidő Színházban is sokat szerepelt, illetőleg hát Szeged Egyetemi Színházas volt valamikor, alapítók között volt az I. és Leo, és ő találta ki, neki mindig vannak ilyen formabontó ötletei, hál' Istennek egyébként. Az a lényege, hogy azonos időben három darab drámát, kortárs drámát olvastak föl a fölolvasók. Igen, ezek általában ilyen egy felvonásosok. Egy felvonásosokról van szó, igen, és valójában az a tétje a dolognak, hogy ezek az egy felvonásosok mindig előtte egy-két héttel íródnak, és ez egy tipikus olyan helyzet, ami versenyt is szül, hiszen a közönség, aki meghallgatja ezt a három drámát egymás után, tud szavazni. Ott rögtön, hogy neki mit tetszett. Most a furcsasága, vagy hát az érdekesség az, hogy azért mondtam, hogy azonos időben hangzik el, mert valójában Calgarytól, tehát Kanadától kezdve, Pesten, Pécsen, a Janus Egyetemi Színházasok csinálják, Debrecenben a Debrecen Egyetemi Színház csinálja ezt a programot, és mindenki azonos időben, tehát este 7-től 19-én felolvas ezt a saját ottani közönségének. Mi egyébként internetes kapcsolatban állunk mindenkivel, mármint mindenki mindenkivel, így hát van egy bejelentkezés is, hogy meg vagyunk, meg itt vagyunk, elkezdjük ezt az estet, felolvassuk ezt a három, vagy felolvassák a felolvasók ezt a három művet, és ezeket aztán 10 perc után, szünet után megbeszélik, majd a közönség szavaz arról, hogy melyik győzzen. És aki tovább jut, amelyik tovább jut ebbe a tehát ővé lesz a győzelem aznap, az tovább jut, és neki kell írnia a következő hónapban is. Tehát ez minden hónapban van tulajdonképpen, és minden hónapban, ami fontos, ezt felejtettem ki, hogy egy tematika mentén van.
Az előző évben, mármint ami elsőnek volt novemberben, azt hiszem nem, decemberben akkor a szerelemtelenség, tudjuk, hogy nincs ilyen szó, de az volt a téma. Tehát csak a nem szerelmeskedés, a nem szerelmeskedés, igen, az volt a téma, és most meg a egyén és a tömeg. És akkor ebből kellett írniuk a kedves embereket. Kik lesznek a mostani írók? Hát Formanek Csaba nyerte a múltkor, szóval ő biztos. Ő is egyébként, tehát ő az egyik alapítója. A Radikál, hát nem az egyik, hanem szerintem ő az, aki igazából, ő az, aki alapította, tehát, hogy kik kell, azt én meg nem tudom mondani, ezt majd egyszer őtől le kell megkérdezni, de hogy ő alapította és ő vezeti azóta is. Na, így van. Szóval Csabi, gyere le Szegedre, innen üzenjük, úgyse hallgatja, de ha mégis hallgatná, akkor itt az üzenet. Meg fogja hallani, és ő hát nyilván ugye Szegeden tanult, és most nem tudom pontosan, hogy szegedi származású-e ő az. Maga. Így. Leó Hódmezővásárhelyi származású, jól tudom, és ő is Szegeden tanult, tehát azért mind a kettőjüknek van kötődése van itt, ehhez van, a városhoz. Van. Van bizony. Szóval ő az, aki tavaly, illetőleg a legutolsó legutóbbi alkalommal nyert. Ő neki lesz egy drámája, és akkor a Grund Színház is csinált egy ilyet, most azért mondom, fejből mondom ezt. A Grund Színház, akik igen, ilyen improvizatív alapokon nyugvó dolgot csináltak meg, ilyen szabad beszéd dolgait, vagy ismét lélektanát, meg formai világát próbálták beemelni egy ilyen témába, vagy egyéb is tömeg. Illetve, na most Szalóczi Géza, azt hiszem, ő egyébként az Együtt PM-nek a politikusa, ő is írt egy darabot. Milyen érdekes, nem politizálunk ugyan, de hát ő is írt egy darabot, ami egyébként az Okos Leány címet viseli, de igazából nekem szabad mindent itt elmondanom, meg nem is kell. Nem, hanem, az a lényeg, hogy ez egy, nyilván, hárman ők vannak. Sőt, akik... abban a pillanatban ki is kapcsolnám a felvevőt, amint elkezdenél itt bármiféle spoiler irányába menni, de mi a mostani téma? Egyén és tömeg. Ja, egyén és tömeg, bocsánat. Ez az egyén és tömeg, említetted is. Jó. Ez lesz a jövő héten itt a D2-be. Tessenek lejönni. Az Isten lenne mossa már rólam, hogy nem figyelek oda, amit a másik mond. De jövő héten, tehát hát január 19-én hétfőn, 19 órától a D2-ben, tehát itt a Dózsa-György utcában, a Magyar Rádió épülete mellett, ami a régi Hungáriában ugye nyílt egy szórakozó hely azzal szemben, található, tehát Dózsa-György utca 2, ide tessenek jönni, mert az Okuláré projekt valóban egy szintén vonzó program szokott lenni és tud lenni, és akit izgat ez a dolog, hogy interaktivitás, és amit te is elmondtál, hogy gyakorlatilag egyszerre, de mégis külön, sok helyen az a sok ember ugyanazt a hatást éri el, és nem mellesleg szava. Ő maga dönthet arról, hogy mi is legyen ennek a versenynek a végeredménye, tehát messze nem csak passzív nézők lesznek, és hát ugye azért ezt mindig meg szokta előzni egy közös kis beszélgetés a művekről. Na, de a mi beszélgetésünket most kövesse egy kis zene, hát nem a színházról fog menni, valami teljesen másról fog zene menni, a zenei szerkesztőnk majd ezt eldönti. Nálad amúgy is hozzá lehet szokni majd, hogy Kis Pált fogsz kérni nagyon sokszor. Ez nem Kis Pál, ami most fog szólni, de hajrá! Hajrá! És akkor visszatérünk egy kis színdarab elemzéssel. Van egy darabom, a Rítus, Ingmar Bergman műve, ami január 22-én lesz. Hatan voltak pizsamában, bár ez nem pontosan igaz, hiszen Camoletti darabjában, hát a színpadon legalábbis nem álltak hatan pizsamában, de ez ebből az értékéből mondjuk semmit nem von le az adott műnek. Ez ugye már az ajánlónk kapcsán említettük ezt a darabot, hogy január 17-én szombaton lesz legközelebb látható, és hát én a legutóbbi, tehát még decemberben, nem, de decemberben láttam. Kellemes, nevettető, tipikus helyzetkomikumon alapuló darab. Én mindazoknak tudom ajánlani, akik szeretik ezt a műfajt. A helyzetkomikum a tipikus. Hát ezzel nem spoilerezek egy nagyot, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy adott egy házaspár, adott a férfinak a barátja,
akiről hát mivel két perc után kiderül, ezért mondom, hogy nem spoilerezek, tehát, hogy a nő szeretőjéről van egyben szó, tehát a férfi legjobb barátja a nő szeretője, hát hiszen ugye mi más is lenne a dolog. Majd a férfi, tehát a férj erről mit sem sejtve, ugye ő azért hívta el ezt a legjobb barátját egy hétvégére, mert hogy majd mondja azt, hogy ő a párja a férfi, tehát a férj szeretőjének, akit pedig hát ugyanúgy hívnak, mint az egyébként a kiközvetítő cég által kiközvetítendő új bejáró nőt, és akkor hát ebből alakulnak ki a bonyodalmak, amik egy nagyon kellemes másfél órás, két felvonásos darabhoz vezetnek. Amikor én láttam az előadást, hát itt talán a szereplő gárdát is föl lehet sorolni, ugye Varga Bálint játssza a férjet, Pap Gabriella, alias Zsebi, mi így fogjuk hívni, hiszen ő is egy nagyon kedves ismerősünk, játssza a feleséget, Rácz Laci, Rácz László, a Pince Színház színművésze, hát ugye van amennyien, mit mondtam az előbb? Ja, igen, Pap Gabi a feleséget, Rácz Laci a férjet, jól van, sírtelen azon, nem néztetek egyikötök se nézett rám furcsán, csak én gondolkodtam így vissza az agyamba. Kis Katalin, akit én egyébként a hang alapján a Hódmezővásárhelyi Rádióból ismerek, ő játssza a bejárónőt, Kancsár Orsi a szeretőt, és van egy hatodik szereplő, hát hiszen hatam pizsamában, ez pedig Hardi Csabi barátom, aki pedig a bejárónőnek, tehát a bejárónőnek a férjét játsza, tehát így valós, nem valós minden. Tehát szépen lesz, és akkor ez alapján... Ezért lesz ebben a helyzet. Na jó. Azt akarom megkérdezni csak, hogy hatalmasan már, vagy hatalmán, hogy még biztos, hogy láttál valami másik. Itt te vagy. Aki teljes melszéle. Ez viszonylag nem annyira friss, mert hát őszi az élmény. Most azon gondolkodom, hogy igen, őszi. Nem, tavaszi. Tavaszi az élmény. De el kell mondanom, hogy tehát ez ilyen foászié egy felvonásosak. Azért mondom, mert kettőről van szó, a két szerető szív és a házassági hirdetés. De én a házassági hirdetést kétszer láttam, mert azt egyszer így önállóan is eljátszották, amikor a Déli Kert színház vezetője Csicsai Antal 60 éves lett, és akkor csaptak neki egy nagy születésnapi meglepetést. Ezt a darabot ő rendezte, a házassági hirdetést. Mellesleg megjegyzem, a két szerető szívben meg ő szerepel. Tehát így egyébként megvan, és nyilván ez a fajta kedveskedés is volt nekik. És hát én kimentem akkor Újszegedre megnézni őket, a Kosztolányi József, mind a kettőnk kedves ismerőse, illetve Máté Tóth Emese játszott benne. Annyi személyességet még hadd engedjek meg magamnak, én akkor Emesét mentem el megnézni, mert ő később szerepelt az egyik azóta már nem színen lévő darabomban. Úgyhogy én kifejezetten kíváncsi voltam, és nagyon jó benyomást keltett Emese abban a darabban, ami bárki, aki majd meg fogja nézni, most úgy volt, hogy januárban játszanak a Pince Színházban, most nem fognak, de majd kiderítjük, hogy mikor játszák, mert játszák még ezt a foászét. Nagyon érdemes megnézni, mert a könnyed jellege mögött bizony nagyon mély gondolati háttér is. Na, itt viszont nem lövöm. Rengeteg egy felvonásosa van, és nagyon sok épül, ezt Kosztolányi Jóskától tudom, nagyon sok épül ezek között magára az abszurdra. Uh-huh. Abszurditás. Helyzet komikum. Ez elég sok minden van ebben a kedves városban, hogyha így két szegmenset próbáltunk itt most bemutatni. Na most mesélni erről az előadást, hogy neked mi volt az érzésed? Na mondtad, hogy nem lövöd le a point. Én elmesélem mind a hármat, jó? Jó, röviden. Jó, de ne a sztorit, hanem hogy milyen érzések kavarogtak benned, hogy mi történt veled ott az előadás alatt. Egyfajta ilyen, mindig azt szoktam mondani, hogy én egy ilyen fogadatlan műelemző vagyok, szóval semmiféleképpen nem mondanám magam színházi kritikusnak, ezt a luxust nem engedem meg magamnak, hogy én annak merjem magam nevezni, én egy néző vagyok, aki mondjuk
van egy kis műértelmező képessége. Hatan pizsamában. Hatan pizsamában, mint mondtam, egy nagyon kellemes bohózat. Jó nézni, rendkívül tényleg beül, a körülöttem lévő közönség is nevetett. Nekem viszont egy kicsit olykor ripacskodó volt. És különösen bántott, hogy a papgabit, a zsebit láttam én ebbe a ripacskodó szerepbe, és nem tudtam eldönteni azt, hogy ez neki egy rendező által előírt feladat, vagy ő maga hozta ezt ebben az értelmezésben. Ez számomra egy nagy hiányérzet volt. Amit mindenféleképpen pozitívumként említenék ebbe a darabba, az a végkifejlet, és természetesen erről megint csak nem beszélek, de a végkifejlet az azt kell, hogy mondjam, hogy tehát félig meddig van benne tipikusan komikus, de a másik része nem tipikusan komikus. És ez az a nem tipikusan komikus befejezése az, ami nekem egy pluszt adott ebből a tekintetből. Tudnillik, a néző tovább gondolhatta. Tehát ennek ez az a folytatódik. Uh-huh. Ennünk. Uh-huh. Ez mindenféleképpen. Na, akkor házassági hirdetés. Igen, most fordítva kezdtem, mert mindig a két szerető szív volt egybe, de a házassági hirdetés, a Kosztolányi József és Máté Tóth Temese. Ez fiatalabbakra lett kiírva. Tehát mind a kettőkről tudni kell, hogy Kosztolányi Jóska, hát férfinak mondhatjuk az életkorát, 52 éves lesz. Az Temese nem is tudom, hogy mennyi, de amúgy sem mondanám, ha tudnám se, de ő is körülbelül az a korosztály. Ez egy picit fiatalabbakra lett kiírva, és éppen ezért óriási bravúr, és mind a két színésznek a nagyon nagy pozitívuma, hogy így is élvezhető, és így is szerethető ez a darab, hogy mondjuk nem 20 évesek játsszák, hanem 50-esek. Vagy pont így szerethető. Vagy pont így szerethető, és ugyanúgy megadja azt a pluszt. Tehát ugyanazok a karakterek, tehát nem lesz hiányérzetünk attól, hogy most úristen, nem, mert mind a ketten rendkívül jól. Hát címéből ítélve, meg amit én a Fohászitól olvastam, gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű dolog ez a házassági hirdetés. A címéből ítélve sem. Nem, a vége felé, és ezért nyilván nem beszélhetek róla túl sokat, mert a vége az, ami egy óriási nagy csavar az egészben, és annyira, hogy én a nézőtérről így ültem és hűltem. Tehát meghűlt bennem a vér, hogy Jézusom. És azt hiszem, hogy ennél többet nem kívánhat egy darab. Ezért javaslom mindenkinek, hogy nézze meg. A két szerető szív pedig szintén a két szerető szív pedig a maga bohókás mi voltában is szintén ad egy olyan pluszt, amitől azt mondhatjuk szlengesen, hogy nem gagyi. Tehát semmiféleképpen nem gagyit fog látni a néző Csicsai Antal és Nagy Erzsébet előadásában. Szintén úgy ülhet oda, hogy utána tud gondolni a saját maga életérzéséből és élethelyzetéből. Ez elgondolkodtató, de ugyanakkor lehet rajta szórakozni. Most a gagyit úgy értetted, hogy nem szappanoperai jellegű ez a világ. Igen, tehát pontosan úgy, hogy semmiféleképpen nem szappanoperai jellegű. Elő lehetett volna úgy. Tehát nekem időnként a Hatan pizsamában esetében jött elő az, hogy ahogy mondtad, szappanopera jellegű. Mondom, annak a vége. Volt egy olyan lezárása, ami... Uh-huh. Hát köszönjük, Tamás, hogy így ezt így fölvezetted nekünk. Most mi fog történni? Most zenét játszunk. Zene után pedig folytatódik az Ahogy tetszik a Rádió Színházi magazinja. A mikrofon előtt most aktívan Varga Norbi. Hello! Nekin azt vártam, hogy bemondtad a nevemet. Boros Tamás a második mikrofonba. A sárgába beszél. Mert így van ilyen show jellege ennek a dolognak. Na de melyik az a színházi műfaj, amelyiknek szintén nagyon nagy show jellege van? Amelyik a kígyóra hasonlít. Amelyik a kígyóra hasonlít, ez pedig az operett. Az operett.
És ami miatt most az operettekről fogunk beszélni, egyrészt az, hogy kivesézzük, hogy mi szeretjük az operetteket, vagy nem szeretjük, annyira azért nem vesézzük ki. Elmondjuk egy szóba. Norbi, szereted az operetteket? Én hosszan tudnék erről beszélni. Jó, akkor nem vagyunk rá kíváncsiak, hanem folytatjuk. Folytatjuk azzal, hogy most két operett bemutató is volt, illetve lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Az első, ami már volt, az január 3-án egy annyira bemutató, hogy ős bemutató, az volt a címe, hogy Ez történt Bécsben, és egy 19 éves lány Iván Sára írta egyébként, aki Szegeden azt hiszem a zeneművészeti karon tanul, ő írta ezt az operettet, és hát megtörtént a bemutatója. Én Gömöri Krisztiánnal beszéltem a színdarab után, ő egy kicsit félt tőle, de hát ő mondta, hogy azért fél igazából, mert minden új produkció előtt félni szokott, és van benne egy egészséges druk, és amikor megkérdeztem január 3-án este, hogy na Krisztián, hogy sikerült, annyit mondott, elégedetten bólint, vagy Tomi, túléltük. Hála Istennek, és ebből a túléltükből láttam, hogy ennél azért többről van szó, nem csak túlélésről. Mi ennek a különlegesség ennek az operetnek? Hát gyakorlatilag egy befogadott operett volt teljesen, tehát helyi szerzemény. Ez történt Bécsben, tehát amit a címe itt kifejezhet, az gyakorlatilag minden, ami az operettről eszünkbe jut. Tehát igen, tehát Bécs, operett, osztrák-magyar monarchia, szerelmi történet, stb. Én őszintén bevallom, ha már Norbinak föltettem ezt a kérdést, akkor magamnak is föltehetem, hogy Tamás, szereted az operettet? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. De ettől függetlenül én megértem azokat, akik szeretik, tehát nem fogom őket kiírtani, vagy ilyesmi, semmivel lángvágó, vagy ilyesmivel, szeressék nyugodtan. Nekem ennyi nem a műfajom. Egy-két nevet azért említsünk meg a darabból. Hát Gömöri Krisztián, őt mindenféleképpen megemlíthetjük. Ő az, aki prózai szinten szerepelt, és Vajda Juli. Köszönöm, és a másik? Ami lesz? A másik pedig a vígözvegy. Köszönöm szépen, értem, beleütköztem itt a gépbe. Szóval a vígözvegy lesz december, január 17-én. Hirtelen még decemberben vagyok, bocsássatok. Jövő. Én még így decemberinek érzem magam. Ez ugye egy nagyon híres Lehár Ferenc operett. Igazából észlelni kell, hogy nyilván minden nagy színháznak el kell azt döntenie természetesen, hogy miket játszik, és a legbiztosabb műsorválasztás, attól függetlenül, hogy Boros Tamás szereti-e vagy nem, ahogy szokás mondani, egyéni szoc probléma, az az operett. Tehát arra azért jön a nép. De inkább a fiatalok vagy középkorosztály? Közép és idősebb korosztály elsősorban, de azért vannak mindig fiatalabb rajongóik is. Tehát, és hát különösen nyilván a lányok. És mit kell? Jó, úgyhogy mindenki nézzen operetteket, aki szereti, mert attól természetesen lehet szeretni. És akkor most az első, ahogy tetszik, adás végén elköszönnénk a műsorvezetőket, hát akkor köszönjetek el egy-egy mondatban. Sziasztok! Azzal, hogy... Hello! Hát akkor ez nem egy-egy mondat volt, hanem egy-egy szó. Azzal, hogy jövő hét hétfőn jelentkezünk ismét, és akkor reméljük már stúdió vendéggel is, hiszen minden, ami Szegeden színház, az benne van az, ahogy tetszikben, a Rádió Színházi magazinjában. Jövő hét hétfőig, sziasztok! Sorozatunk második részét láttátok, hamarosan érkezik a következő, addig is éljetek jól, sziasztok!